William és Sandra hobbija a horgászat. Annyira megnyugtató, az egyik kedvenc szabadidő töltésem. Lehet, hogy egyből lesz kapásod, de lehet, hogy türelmesnek kell lenned. Olyan ez, mint a tized fizetésnél. Bedobjuk a horgászbotot, és csak ülünk, és várunk. Volt idő, amikor a házaspár nem volt türelmes, és nem vágyott arra, hogy adjon. Sok mindent vásároltak, olyat is, amire nem is volt szükségük, és mindezt hitelkártyára, így hamarosan összecsaptak a hullámok a fejük felett. Nem is gondolsz bele, nem mész vacsorázni, és fizetsz, és fizetsz, és jön a kamat, és még mi egymás. Minden hitelkártyánk felhasználásával csak nőtt, és az egekbe szökött a kiadásunk. Meghaladta az 55 ezer dollárt. Csodára volt szükségünk. Ez időtájt William életében Isten elkezdett munkálkodni. Az Úr egyre közelebb vont magához. Éreztem egy sürgetést a szívemben, hogy tegyem meg azt, amit Isten igéje mond. Fizessek tizedet. Rájöttünk, hogy az adásra való belső késztetés lesz a sikerünk kulcsa. Istennek adni, ezzel igazából le akartam őt tesztelni. Mindent felteszek, vagy semmit. Erre a szintre jutottam el az életemben. Williamnek nem sokáig kellett várnia a lehetőségre. 2007-ben Sandra elveszítette a munkáját. Imádkoztak, és úgy érezték, hogy Isten úgy vezeti Sandrát, hogy kérvényezze korai nyugdíjaztatását. Még akkor is, ha egy bevételük marad. Bíztak Istenben, továbbra is fizették a tizedet, és adakoztak. Egy évvel később William megpályázott egy állást. Kaptam egy olyan ajánlatot, ahol az eddigi fizetésemnek a dupláját kaptam. Ez több, mint amit eddig bármikor is kértünk volna. Így többet tudtak adakozni, és a hiteltörlesztési részletet is fel tudták emelni. Minden adósságot visszafizettek. Amikor az utolsó részletet kifizettük, olyan volt, mintha egy óriási kő esett volna le a vállunkról. Könnyebb volt lélegezni. Dicsértük ezért az Urat. A házaspár szerint fontos a türelem és az adakozási vágy is. Isten többet akar adni, de arra is meg akar tanítani, hogy bízzunk benne. Amikor láttam, hogy megnyílt a menny, és az áldás kezdett áradni, mondtam, fogjuk szaván Istent, menjünk hozzá, és bízzunk benne. A tizedfizetés olyan, mint a horgászat. Ha elkapod, jön a fogás.